Na, sziasztok, én Alexiuk, és ma beszélni fogunk az új update-ről, ugye, aki lemaradt volna, igazából, mert mondjuk még nem volt fent ugye a szerveren, vagy mitén kolászos, és akkor azért nem tudott róla, vagy nem tudom, mindegy. Szóval lehet millió egy ok, lehet, hogy nem játszol ezen a szerveren, lehet, hogy ki tudja. Az a lényeg, hogy ugye ez új update behozott egy új ládát, mármint egy régi helyére behozott egy újat, ugyanazon néven, csak maga az maga a láda lett updatelve. Szóval, amit ugye múltkor mutattam, a Harris ládáról lenne szó. Első nap már több mint 4000-et kinyitottak egyébként, ami nagyon jó. Pedig azért a kulcs az nem olcsó, a kulcs az eléggé drága, azt tényleg össze kell farmolni, szóval nagyon jó. Nagyon durva, hogy ennyit nyitottak. Aztán így következő napokban plusz 1000, nem tudom mennyi, és akkor így hát így lassan már 10 000 szerintem simán el fogjuk érni. Na mindegy, és hamarosan már akkor következik a következő láda, ami viszont nem egy updated láda lesz úgymond, hanem egy full új láda, és ezeket lehet belőle nyitni, ugye. Lehet Travis kulcsot, Bexar, Dallas és Harris, ugye, ez a alapvető négy. Így ez a négy, látjátok, ez a négy. Szóval, ugye Dallas kulcsot még nem lehet venni, viszont tudtok ebből nyitni, ami egy jó pont. Dallas kulcsot majd lehet venni szerintem hétvégén már, mert arra is tervezek egy update-et. Majd meglátjátok, hogy micsodát. Annyit mondok, hogy jó, egyébként még meg vagyok fázva, lehet, hogy lehet hallani, nem tudom. De meg kellett már csinálnom ezt a videót, mert már kell videót csatornára sajnos, mint látjátok, amúgy is már most már elég rövid videók vannak, csak amiatt, mert hogy beteg vagyok. Nem baj, majd ha jobban leszek, akkor már tényleg belehúzunk, nyugi. Szóval, itt van 150 millió ez a kulcs, hát ez a ládá az a kulcs, igen. Igen, szóval igen. Travis, hát igazából igen, a Baxter az 10-szer annyiba kerül. Eléggé menő. Én azt mondom, mit szólnátok hozzá, hogyha nem tudok beszélni, bakker, betegen még jobban halljátok, annyira zavar engem, hogy nem hallom normálisan a hangomat. Na mindegy, szóval mit szóltok hozzá, hogyha ki tudnánk nyitni, hogyha kinyitnánk pontosabban 64 heriszt. Mit szóltok hozzá? Meglátjuk, hogy miket nyitunk, jó? Na szóval, így né, és akkor jobb klik, csak ja igen, most ott kijelzi a chat, hogy most izé gyorsan V-off-olok, hogy akkor már. Jaj, szuper, szuper, jaj, jaj! Az Alex nyitogat ládákat, úristen! Úristen, mik történnek? Jézus! Csak live van, nincsen live, tesó. Megnyugtatlak, nincsen live. És akkor is azt hiszik, hogy én most ki fogom dobálni a cuccokat. Tehát ezt elhittétek, nem fogom kidobálni, csak teszteljük, hogy miket kaphatunk ebből. Szóval rangot nem hinném, hogy nyitnék, mert hát az elég durva lenne. Az nagyon durva lenne, hogyha nyitnék egyet. Amúgy a blokkok majd jók lesznek valamire, higgyétek el. Jók lesznek, csak még várni kell vele. Ugye azt mondták, hogy egy csomó spawnert ad, hát eddig 30 nem tudom hányból 35 adott, azaz háromszor, szóval nem mondanám ezt igaznak, és ezt tesznél is ugyanígy volt. Szóval direkt hagytuk meg azt, hogy tízesével lehet nyitni ki ugye a spawnereket. Szerintem ez így tökéletes. Nyitottunk eddig amúgy Harris-t? Majd, hogy plusz Harris kulcsokat? Nyugodjál már le, légy szíves. Szóval én értem, hogy hiányod van, meg minden, hogy nekem kell írogatnod, de attól nem jelenti azt, hogy nekem írogassál, szóval attól több száz ember, írjál nekik. Na, igen, igen. És nem jutottunk igazából ebből túl sok jót, szóval nagyon jó, nagyon szerencsésnek kell, hogy legyél, hogy tényleg a pénzeket akarom még feljebb növelni talán. Na mindegy, megnézzük még Dallasban mit nyitunk, hát valami jót, de nem hinném. Ezek a blokkok, ezek tényleg jók lesznek, hát a gold az nem lesz semmire jó, szóval a gold az csak el tudjátok adni és ennyi. De ja, na igen, yep. Low spawner, hát a low spawner nem lehet jelenleg használni, szóval az majd meg lesz oldva. És akkor Harris, nyomassunk még egy 64-et, mit szóltok hozzá? Jó, nyomatunk még egy 64-et, miért ne? Igen, 8 hopper, hát azért eléggé
Ott az elején, az előzőnél azért jó cuccokat adott, azt hiszem, az elején. Ó, most se, a könyvek azok jók viszont. Sok XP. Ez jó, XP a legjobb, ja? Dallas 5, ugye? No, azt figyeljétek! Kinyitottuk a legjobb eszközt. Harris Csákány 2, igen, a kettes ez ilyen vastag lett amúgy, így az új update-be. Söcsik 3 XP, 60 XP, és akkor igen, erő nem tudom mennyi volt, 2, 24. Hoppá, a toldalt nézem egyébként, hogyha nem láttátok. Igen, pénz, sietség, Dallas kulcs, Diamond block. Amúgy nagyon sok ember, hát nem sok, hát olyan 5 ember nyitott rangot eddig. Ó, spawner, láttátok? 5 Harris kulcs, na, akkor 5-tel többet tudunk kinyitni. Juhú! Na, amúgy azért ez a korlát egyébként, hogy ott a chatbe is jelezze, hogy nyitott valaki, mert hát ez ilyen menő, hogy ő nyit. És akkor valaki elkezd itt makrózni, akkor nem az legyen, hogy a chatet teli flúdolja, így is teli flúdolja, de nem annyira, szóval vágjátok. Le van korlátozva, hogy 1 másodpercenként fogja maximum kijelezni. Ha ilyen minimum. Igen, spawnert azt most jó rendesen tudunk nyitni, ami elég menő. Nézzük meg az utolsó háromban. A Harris kulcsot talán. Nem. Ez nem. Viszont nagyon jó. Ez a kettő legalábbis ez jó. Bánya. Bánya belépőt amúgy azt nem, bánya, na VIP bánya belépőt, végén kinyögöm már ma még, szóval azt nem nagyon tudunk nyitni amúgy, azt vettem észre, szóval 260 néztek be, közben csak öntök üdítőt, hogyha nem probléma. Állj már le! Gyerekem, miért nem állj le? Állj le! Állj le, igen, miért nem állj le ez a Super Alex? Miért nem? Gyerekek, mondjátok már meg, miért nem? Azért kinyitunk még ezt a 15-öt. Csak azért, hogy ne álljak le. Na, akkor nézzük. Tele fog lenni az inventory, na ezeket kidobálom addig. Hát nem kidobálom, de kitörlöm inkább. Igen, pénz. Dallas az majd jobban meg lesz csinálva, az egyértelmű. Na, hát azért ebből is nyitottunk blokkokat, mondom. Jó lesz majd későbbiekben, csak meg kell várni a végeredményt. Fly nyitottunk amúgy. Nem nyitottunk, ugye? Semmit nem nyitottunk, ami a fejükbe kijelzett. Ja, mondjuk a fly az 2%, szóval ez nem a legjobb. Na, majd lejjebb veszem még a dollárt egyébként, és akkor több esély lesz ezekkel a többiekkel. Szóval, ja. Ezt a lucky-t, ezt még nyissunk lucky-t, jó? Nyissunk mondjuk egyet. És akkor nyitottunk el egy backszárt, nem rossz. Nyissunk még egyet. Nyitottunk még egy backszárt, nem rossz. Még 10-et nyissunk ki. Csak megmutatom nektek milyen menü. Az egy Harris a végén. Nem Dallas. Hát kettő. No, az nem is rossz. Látjátok, kettő Harris kulcs. Egy Dallas. Négy Travis. Sőt, backszáll. Na ez amúgy elég jó, szóval ez nem rossz. Az amúgy már normálisan meg van csinálva, teszteltem, szóval ez jó. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok, csak tesztelni szerettem volna veletek ezeket a nagyon, de nagyon, de nagyon-nagyon menci ládákat, hisz hát azért jók lesznek, szóval ezek szerintem jók lesznek, mindenképp, mint amik eddig voltak. De hát a Harris láda igazából túl sokat nem változott az előzőhöz képest, csak annyi igazából az egész, ha visszagondoltak, ugye pénz volt benne, spawner, ez a különleges képességek, benne volt a tripla munka, ugye, és az eszközök. Na, ezek ugyanúgy benne vannak, szóval ezek nincsen változás, csak újdonságok lettek hozzáadva. Plusz több pénz, de jóval több pénz, mint eddig volt. Viszont lehet még feljebb fogjuk emelni, de ezt majd meglátjuk a jövőbe. Na mindegy, én annyit tudok mondani, hogy köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk egy következő videóba. Ígérem, itt leszek. Per V. És akkor majd találkozunk, mint ahogy mondtam. Nyomjatok egy lájkot, legyen meg legalább a 100 like, gyerekik, hogyha szeretnétek még nyitogatós videókat, egy kicsit komolyabban.
és iratkozzatok fel, meg kell az a 10 000, tudjátok, amúgy, úgy vagy szerintem live-olni fogok már a 10 000-re, ja, azaz mindenképp amúgy. Hát mindegy, jobb ulást nekem, és remélem akkor majd jobb lesz a következő videó, mert így nekem fáj felvenni így videót, hogy alig tudok nyugni valamit, alig tudok beszélni. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!